ahogy közeledtünk a hotel felé, és aztán betértünk a lobbyba, nekem ami nagyon megtetszett, az a lesztisztultsága, az a finom ízlése, ahogy a bútoroktól kezdve a személyzet ruháin keresztül nyugodt, meg mégis megfogja az embert, és olyan kellemes kisugárzást ad az egész környezetnek. Kettőnk foglalkozásából adódóan nem nagyon szoktunk eljárni nyaralni, inkább csak hosszú hétvégékre, hogyha van időnk, akkor elmegyünk és egy kicsit kipihenjük a fáradalmakat, sőt előre kipihenjük a következő hónapok fáradalmait. Ezt a hotelt pedig azért választottuk, mert nekem nagy szívszerelem a Velencei tó, és hát meg is tapasztalhattunk, hogy azért a vendészet panorámát nem is kaphatnánk másik szállodában se. Azért is jöttünk el most egy kicsit wellnesselni, mert kezdődik az őszi szezon a színházban, illetve hát ugye a tévés szezon, illetve Kingának az iskola, és mellett a fotózás, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most kevés időt fogunk együtt tölteni, és iszonyatosan rohangálós lesz az életünk, tehát napi 4-5 helyen is meg fogunk fordulni, hogy jó lenne egy kis nyugalom, egy kis lazítás, és tényleg, hogy egy kicsit megpihenjen az ember, és hát nyilván az, hogy 2 napot teljes mértékben együtt töltsünk. Természetesen abban a pár napban, amit itt eltölthettünk, kipróbáltunk mindent, amit lehetett, a bowlingozástól kezdve. Hát nyilván a koktélkor, hát azt többször is kipróbáltuk, de nyilván nagyon tetszett a medencés rész. Nekem az volt a kedvencem, hogy annyira jó, hogy közben néz a Velencei tót, benne vagy egy finom meleg medencében, közben bugyog a pezsgőfürdő, nekem az volt a kedvenc részem. Azt hiszem, mondhatom többes számmal, hogy mi egy hajónyi élményt szereztünk itt a Vitel Hotel Nautisban, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel.
Muszikám, egészségedre!